Na szóval, egy kis mikrofonigazítás, és folytatjuk a Last Fate-et. Próbáljuk meg kitalálni, hogy merre és hogyan tovább. Azt mondja, hogy az előző részben megöltük Herr Dr. Hermant, tök mindegy, hogy mi. Ugye ő volt a demo bosszunk. Úgyhogy innentől kezdve, ha minden igaz, akkor teljes mértékben vakon vagyunk, mert ugye így az előző videóban látottaknak a hát olyan 80-85%-át ugye már láttam a demóban. Úgyhogy elvileg innentől kezdve teljesen vakon vagyunk, úgyhogy most próbáljuk meg kitalálni, hogyha én ide jövök, hogy ott lent balra mi van. Mi van akkor, hogyha én arra megyek? Vagy ott most doboz volt, vagy szimplán csak nem mentem el arra, vagy valami, nem tudom. Doboz volt. Nagyon jó, akkor ezt el tudjuk innen húzni. És be tudunk nézni mögé. Aha. A láda, ami egy koporsó, tartalma pedig egy Demi-Shade Ore, bármi is legyen ez. Meg egy jegyzet. Engem viszont az a Ore a jobban érdekel. Inventory. Itt van. Upgrade Specialized Weapon. Tehát ez egy fegyverfejlesztő anyag különleges fegyverekhez. Jó. Moonsilver Stone-ból van nekem kettő. De az a helyzet, hogy egy másfajta fejlesztő anyag és valami blueprint is kellene egyébként a plusz 3-os fegyverhez, úgyhogy azzal most egyelőre meg vagyok lőve. Ott jobbra! Miért nem mentem el? Nem, egyel fentebb. Ott arra fent van egy irány jobbra, és valamiért nem néztem el arra. Te nem akarsz visszamenni egyébként? Find shelter at the manor. Ennyi. What about you? Rid myself of this affliction. Lord Ladakh is not. De ők ezt már beszélgették korábban. És mondtam neki akkor is, hogy menjen el a manorba. Úgyhogy nem tudom, hogy miért nem ment el a manorba, és most már azt viszont tudom, hogy itt jobbra miért nem mentem el. Itt volt egy doboz. Aha, és ebben a koporsóban perláda. Moonsilver Stone. Akkor már van három. Jó, akkor úgy látom, hogy itt ez a rész be van járva. Ott van egy zárt ajtó. És ott, hogyha fel lehet menni valami úton, módon, ott van balra is egy irány. Na, mindjárt megnézzük. Ja. Nézzük. Hopszi. 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 Nem vagyok benne biztos, hogy írni, de fel tudok menni. Találd már. Aha, ide nem tudok felmenni. Jó. Legalább tudjuk. Oda kell majd valami obilic. Jó, akkor viszont fogalmas, hogy merre megyünk tovább. Mondjuk láttam én még egy-két helyen ilyen talogatós, húzigatós dobozt. Nézzük meg, hogy ahhoz hova kell elmennem. Tehát plö, itt balra, itt jobbra, nem tudom, hogy mi van. Ott nem tudtam felugrálni. Itt lefelé. Itt volt az a kút, szökőkút, vagy nem tudom mi. És ott írtak egy gyűrűt is. Lehet, hogy arra kéne mennünk. Az írtak valami gyűrűt, és az szerintem már most nálam van. Az a tologatós gyűrű, mert lehet a szökőkútot odébb kellene honnan tolni. Mert mondjuk nem volt rá interakt, hogy azt lehetne tologatni. Na mindegy.
Ott felugrani nem tudtam. Itt is egy ilyen tologatós bizbasz. Akkor ide jövünk a zöld részbe. Milyen jó, hogy ezeket így feljelölgettem. Ez volt az zárt ajtó, jó. Jó, kötve. Egyébként annyira gáz, hogy így a játék nem áll meg. Aha, oda majd valahogy fel kell jutni, és ott van egy XP láda is. Titkos fal. De annyira szar, hogy a játék nem áll meg, amíg mondjuk te inventorit nézel, vagy nagyisten térképet. Erre nem tudtam elmenni, akkor itt nem a toligatós rész van, akkor azt benéztem. De nem tudunk átugrani, mert hát beleugrok, azt meghalok a francba. Vagy a lilánál volt tologatós rész? Úgyhogy a jó ég sem emlékszik rá. Vagy valahol a kéknél. Pedig mindenhova raktam. Hogyha kéknél, akkor itt volt. Mert minden olyan helyre raktam egyébként kérdőjelet, ami olyan kérdéses volt, hogy oda tudok-e menni, vagy sem majd később. Szóval értitek. Mindjárt kiderül. Ide jövünk. Előbb vagy utóbb megtalálom egyébként, hogy merre kell menni. És egyelőre csak így. Oh, hello. I cannot go on. My time is drawing near. My pain holds me in an implacable vice. Hopti. I sense that you are in distress. Distress? Stranger, you do not understand. The afflictions I have endured are of a horror I cannot imagine. Arra lesz-e kíváncsi, hogy hol van Herman? A föld alatt, többnyire. Where is Herman? Meghalt. He is dead. Dead? But this cannot be. It must not be. I had no choice. Nekem esett, nem volt választásom végül is, igazat mondtunk. None of us have a choice. This dangerous world has taken me into its pit, toyed with me, and cast me aside like I am insignificant, a mere morsel of filth. But now it is my turn to play, to take what I am owed, a power most great. Power! Place most glorious, the once great islands holding cities of wonder, but greed overcame those who dwelt there, evil rising from the ashes, only one managed to keep control of the order of these islands, shut inside his abode, until they came, festering, and mutating. They did it. The cursed ones that tore apart the dignity of those dwellers and stole what I held most dear. One whispered of a great structure illuminated in the most beautiful silver glow. I must return and reclaim it from treachery and the clutches of evil. Elméletem nem is volt olyan rossz. Na de, attól függetlenül, hogy itt le lehet menni, én arra gondoltam, hogy inkább menjünk abba az irányba, amerre eredetileg én elindultam. És meglátjuk, hogy mi van arra. Bocs, ezt nem lehetett kihagyni, de rohadtul irritált, hogy minden egyes szó után meg akart fulladni, szerencsétlen. Jó, nem irritált, csak túlzásba vitt a levegővételt. De tényleg minden egyes szó után kb.
Csá, itt megyünk le. Na, talogatós. Na, nézzük. Jól emlékeztem, hogy valahol van még. ...2700 volt benne. Ó, ezeket a ládákat én úgy fogom sasolni. Talán egy ajtó, ami zárva van. It is not me you impede, but the gods to whom I answer. However, they are gods of the highest mercy. I am grateful for their clemency. The path to where you seek may not be so forgiving. A path blockaded with danger for a long while. Only death and despair you will find if you are successful in your quest. However, I sense you are built for such a task. The truth may betray you, or steer you to madness. Remember that. I have witnessed lonelier men than yourself foolishly pursue a possession they were never destined to have. One such man lies, deformed in the abyss of the crypt below. A betrayer, who scoured fruitlessly for what he desired. Recruiting the lowest of the low to seize what he deemed rightfully his by despicable means. Neither his blood nor intentions were pure. I fear he has become overwhelmed by the evil he sought to consume and manipulate. By the Shadow Scourge. That is why I pray to find answers to questions I have, and to some I do not. The spirits that haunt these lands cloud my mind. Their power is unwavering in the minds of many more. Minds infected by the sepulchre. Then you must stop before you become infected too. Your concern is appreciated. However, your apprehension needn't be focused on me. I sense you have much to do and must preserve your strength. Here. I may have something that will lighten the load on your heart. Miket árulsz? Hát kulcsot nem. Fókusz, fókusz. Eltávolítja a frostot rólam. Ez meg ilyeget rak a fegyverre. Fegyvert nem árul, pisztolyt nem árul, spelleket nem árul. Jó, kösz. Tehát úgy néz ki, hogy ez a rész ez itt egyelőre ennyi. Akkor viszont... Na, több mint valószínű, hogy mindenképp arra kell menni. Jó, hát induljunk el ott lefelé, aztán majd meglátjuk, hogy hova kötünk ki. Jobb ötletem egyelőre nincs. Nagyon sok ilyen tologatós dobozt egyébként nem láttam. Ja, tudom, mit akartam. Ez remove. Ez ad tüzet a fegyverre. Ez meg bloodot. Jó. Legyen már nálam némi. Ó, ez overtime-os heal. Oké. Tehát úgy voltam, hogy legyen már nálam némi fegyverbuff.
arra az esetre, ha esetleg belefutnék valami erősebb ellenfélbe. Hát már eljük, hogy nem ez a legerősebb fegyver szerintem a játékban, meg még nagyon az elején járunk, de azért na. A range az... az nekem nagyon szimpatikus. Te mi vagy? Porzik a föld alattam. Négy nyolc van. Az derék. Hát gyanús, hogy nem erre kell jönni. Azért nagyobb szakadékokat több mint valószínű, hogy ilyen erdessel fogjuk majd átugrálni, vagy dupla ugrással, de inkább az erdes. Mert mondjuk van egy-kettő olyan hely, ahol van inkább a dupla ugrás az, amit el tudok képzelni. Hogy valamikor ezeket a képességeket meg kéne, hogy kapjuk. Ki? Csorom, mire megfordul, addigra meghal. Aha, inkább erre kell jönni. Ott amarra picit sokat kellett az ellenfelekbe beleütni, meg mondom, el is akadtam, mert ott nem tudok átugrani azon szakadékon. Szóval azon ott érezni lehet, hogy ez egy sokkal későbbi, hát, hogyha nem is sokkal későbbi, de egy későbbi terület. Aha. Hát mondjuk az a 10.000-es kesztyű szerintem igen, csak kéne. Na jó, rakjunk ide egy kérdőjelet. Oda vissza fogunk jönni nem sokára. Bazd meg anyádat, ijeszgetette! Rohadék. Jó, akkor itt nem megyünk tovább, csak lefelé. Kriptákat nagyon szeretjük az ilyen játékokban. Mindig olyan barátságosak ezek a területek, hogy az nem igaz. Ahogy is működik a lift, menj már. Nagyon jó. Jó, akkor kezdjünk el szépen gyűjtögetni 10.000-et. Volt titkos fal. Jaj, ne! Yes! Ennyi volt az ambush? 1500-é? Na nézzük, mire vigyáztatok ennyire. Töltény. Tölténytáska. Mondjuk ilyen életszúris táskának jobban örültem volna. Azt a mindenit.
Kétlem, hogy egyébként itt lenne. Tehát nem véletlenül csapdosom én állandóan a falat. Tudom, hogy vannak rejtett zugok a játékban. Zömmel a legtöbb falra ráütök. Most szerencsém volt. Na várja. Nem varázsolni akartam eredetileg. De én minden falra rácsapok. Ezt vagy bejön, vagy nem. Vagy nem. Erre kíváncsi vagyok itt. Na jó. Én oda raktam volna egyébként, már csak azért, mert senkit nem fog nagy kapkodásban itt falat csapdosni. Ott az egy nagyon jó lehetőség lett volna elrejteni ott valamit. Ó, itt lesz egy shortcut, nagyon jó. Nagyon jó van egy shortcutunk. Aztán szerintem mi bejárjuk ezt a részt. Össze is jön a 10 000. Akkor megveszük a kesztyűt és boldogok leszünk. Bár mondjuk megmondom az őszintét, én jobban örülnék neki, hogyha az ilyen falmászós képességeket nem 10 000-ért kéne megvenni. Hanem mondjuk legyőzni érte egy boszt. Vagy megtalálni valahol. Boss mögött, vagy akármi. Moon Silver Stone. Jó. Hello. That is a mighty feast you have. It is all I can eat. Aldrich. Az istenek felfalója. Személyesen a Dark Souls 3-ból. Then we must cure you. It is fruitless to try and heal me. The veil is ready to open. The day has been prophesied for centuries. I studied the rumors, the signs, but one must have eluded us. The Federation has failed. I will keep searching until my mind is clear. There has to be something we can do. No. You must leave this place before this curse overpowers you. Uh-huh. The beings that surround me will not harm me. Go. Take this, it's the least I can give you. Mit adsz? Ez még egy fejlesztőanyag speckó fegyverhez. Head to the manor. Aha, ezt visszaküldjük a manorba. Jó, ott nem tudok felmenni. Hál' Istennek kirajzolva se lesz rendesen. De hogy tudni fogom, hogy oda majd valamikor menni kell. Na még 1100-at össze kéne kapirgálni valahonnan. Menjünk el arra balra. Még balra. Ja, ott nem tudtunk elmenni, mert itt szakadt le alattam ez a szar. Jó, oké. Ide meg majd a grappling fog majd kelleni valószínűleg. Nem tudom mi.
kukordát! Aha, eldobja, és a falon mennyezeten minden keresztül visszamegy hozzá. Ötletes fegyver. Jó, itt titkos fal nincs. Aha, ez meg halála után eldob egy rakat bombát, és még ő is robbankat vagy 5 percig, értem. Ki vagy cselezve? Ez nem nyílik, akkor ezt majd valamivel ki kell nyitni. Ami nem kulcs, hanem valamilyen zárszerkezet, kapcsolóval vagy valamivel. Hogyha másik oldalról nyílna, akkor azt írta volna ki, hogy a másik oldalról, meg kulcs kéne hozzá, akkor meg azt írta volna. Csak hol van a kapcsolója? Ah, szerintem meg is van. Aha, ide nem tudok felmenni. Ide akkor rakunk egy kérdőjelet. Ott van valami tárgy. Aha, mondtam én, hogy valami kapcsoló van ahhoz az ajtóhoz. Na nézzük, mi van az ajtó mögött. Nem tudom, ezeknek a lámpásoknak van-e bármi jelentősége. Aha, hogy te ilyen messzire dobálod a bombádat. Akkor meg kap be. Tessék. Á, adtam volna, hogy itt van mögötte valami, de nincs. Mondanám, hogy megérted, de nem. Fú, hallod? Szomszéd megyéből megdobsz egy bombával. Megvan egyébként a 10 000, csak mondom. Hogy a következő mentésnél... megyünk vissza megvenni a kesztyűt. Fú, de rossz. Na, de föl se tudok még menni. Lehet, hogy jobb is. Ezt gondolom a fönti zéhez visz vissza. Aha. Anyád. Ezek miatt nem akartam közel menni hozzá. Jó. Láttam még egyet.
Jó, akkor itt ez ennyi. Na, még vissza kéne menni. Csak mentés kellene hozzá. Egy kő, még egy kő. Fú! Na, ott lesz az egyik kő. Merjél csak. Lehet nem is ez a terem kell még nekem, hanem ez. Lehet, hogy a hosszabb úton kell elmenni oda. Lehet valami ütni onnan? Nem. De kellenek nekem. Valahogy ki kéne nyitni azt az ajtót. Erre leengedi a létrát. Annyi baj legyen. Összegyógyítottam többnyire magam. Ki? Hogy ide ugrott már? Akkor ezt toljuk ide. Ládára oda felugrunk. Igen. Kifogytam. Ubazd meg! Elbambultam, bocs. Annyira nézegettem lefelé. Valami hasonló ostort én is el tudnék képzelni magamnak. Fölgyújtanék vele mindent. Volt. Ilyenkor az a legegyszerűbb, bejössz mögé.
csapsz, addig amíg vissza nem megy hozzá, csapkodod. Jó, ott nincsen titkos fal. De össze fogjuk kötni a két területet, ahogy látom. Olyannyira, hogy itt van egy dobozunk. Vagy hát egy ládánk, nevezük annak, ami. Na, és akkor egy megvan a kettőből. Még arra kéne elmenni, meg itt ezt megkeresni. Mert itt ez zárva van, de a más, erről az oldalról, itt volt egy kar. De akkor valahol erre van egy titkos fal. Na, azt hiszem meg kéne keresni. Volt benne 4000. Ezért már megérte. Négyezer XP csak úgy ingyen. Azért az rohadtul nem mindegy. Jaj, te már megint ez a hülye ostoros vagy. Halljál össze gyorsan. Te mi vagy azzal a nagy ágyúval? Aha, szopt ki. De jó, hogy megfordult-e. Egy kellemes ellenfél, maradjunk annyiban. És van belőle még egy, mert méne lenne. Oké, abba sem menjek bele. De kár, hogy nem lehet irány felé ütni. Tehát is lég a 45 fokba fölfelé, vagy 90 fokba fölfelé. Az úgy nem lenne rossz. Már csak az fáj, hogy megfordul. De az, hogy megfordul egy ellenfél, az ne fájjon már. Nem bírtam bemenni a háta mögé. Hello!
Én innen csak eldodzsoltam is. Kitört a fal. Aha, ide dupla ugrás. Oké. Semmi gond, kérdőjel. Ott egy rakott XP láda. Már megyek is érte. Mennyi? Ez is 4000. Az elmúlt 10 percben ez 8000 ingyen XP. Great Blade. Hát ez akkor minden... Ez akkor minden lesz, csak nem... Dex fegyver. Aha. Hát mindegy. Legalább van. Aztán kíváncsiból az. Na szóval. Ó, várjál már. Jó, oda rakunk megint egy kérdőjelet, mert úgy látom, hogy oda nem fogok tudni felugrani. De legalább kéne egy erdes. Aha, feltétlenül kellett a széles vászon, meg a cinematic, hogy megmutass, hogy melyik ajtó nyílt ki. Indokolatlan cinematic. Ó, itt az öreg. Surely I have something that will interest you. An interesting selection. Did you use such tools to ignite this place? This is no work of mine. This was the doing of one blighted by Shadow Scourge. Their humanity ripped from them. Yet, their will for vengeance did not wane. Destroying those who would cross their path. Many were kin who concealed their thirst for power and its source, falling to the diseased one's uncontrollable fury. It is said they were not the only ones pursuing this power. Már nem volt hideg. Of course, if you pursue power yourself, you need look no further. Árulsz már valami újat. 1800-ért árul ő is fegyverfejlesztő anyagot. Még mindig árulja 50-é az élettöltőt. Itt vannak különböző buffok, áram meg tűz fegyverre. Fegyvereket sem közel, sem távol harc itt nem, meg sem spelt. Jól van. Egyébként közel 23000-rel rohangálok, csak mondom. Úgyhogy eljött az idő, mert ugye arról volt, hogy a következő ilyennél... Ennek mi a neve? Ugye arról volt, hogy a következő checkpointnál megyünk haza, megveszik azt a kesztyűt. És mivel útközben összejött még a 10000-en felül még plusz 10, majdnem 13000, szintet is lépünk belőle. Na, akkor ezt megvesszük. Árulsz-e valamit? Oh, ez egy kart. Dexes Instinct. Hát nem merem megvenni. Prototype Blueprint. Na, azt olyat hol fogok találni?
És akkor még így is maradt 12 000. Ez mennyibe kerül egy szint lépés? 1400-ba. Tessék, ezt felvisszük 40-re. Vitality-re még is adunk egyet. Megvan 40 dex. Elég hamar. Ami azt illeti. És megérkezett ő is. Mit árulsz? Ó, végtelen mennyiségben healed. Már jöhet. És 50-ért, nem is olyan rossz. Kár, hogy egyelőre csak 9 lehet nálam. Mondjuk a 7-től még ez is több. Jó, travel, és akkor ide jövünk. Ó, jaj, ne. Jó, itt nem történt semmi. Akkor ez boss aréna lesz szerintem. Nem! Mi az előjele, ha lő? Begyullad a seggénél az a szar. Begyújtja az ágyút. Nem merek ott maradni, nehogy fájjon a halála. Jó, ide is jön egy kérdője, még ide se tudok felugrani. Ez szintén nem. Alit viszont jó. Jobbra, balra. Menjünk el jobbra. Ez mi volt? De van már 3. Demi-shade ore. Remélem, amikor először vettem fel is Demi-shade-et, mondtam, nem pedig valami Demon-shade-et, vagy valami ilyesmit, mert az részemről elég butaság lett volna. Erre mi van? Ez robban, ne robbanjon. Aha, viszont hogyha megölöd, akkor megy tovább. Nem arra jó. Most már ezt is tudjuk. Aha, mielőtt eldobta, még megfordult. Felséd... Felség! Nem akartam itt hagyni, mert meghal, és utána ad nekem 400 XP-t. Oké, ez megvan. Ah, ó, és ide kell rakni? Oké, akkor kell még egy, akkor az meg a másik oldal lesz, kizárásos alapom. Mi van, ha itt lejök? Semmi. Pick up blade and
Protect, Pierce, Split. Ó, de jó. Aha. Puzzle. Split. Pierce. Cut. Protect. Hogy volt? Azt mondja, hogy your heart shall be pierced by truth, igen. But first take heed, protect your soul. At last the reward is split in two. Cosmos spilling forth. Tehát akkor protect, pierce. Ez volt a protect. Protect. Azt mondta, hogy ez a first. Aztán jön a pierce. Ez nem. Ez cut. Pierce. Ugye? Protect, pierce, split. Split. És akkor legyen ő az utolsó. A. Cut. Valami nem jó. Ja, ott van a cut. Csű, azt mondja, de a protect az biztos, hogy az első. Egy biztos, hogy ez az első. Protect megvan. És hogyha utána teszem azt protect után, menjen a cut, majd pierce és split. Cut, ez a cut. Igen, ez a cut. Itt írja, hogy az az első, hogy protect. Itt írja, de elmondja a kis versikét, és akkor a harmadik sorban ott van, hogy but first take heed, protect your soul. Elvileg, akkor az az első. És hogyha utána teszem azt, visszaugrok a versikének az elejére, akkor cut, pierce, pierce, és ami maradt, ugye a negyedik sorban, ha jól emlékszem, a negyedikben volt, a split. Odafigyeljél, mi ekkora nagy megfejtő ember. És itt volt a második. Nagyon jó. Remélem, nem sok ilyen lesz a játékban. Jaj, ne! Ajaj! Nagyon rosszat sejtek. Csak mondom.
Emlékeztek, az előbb átmentünk egy hídon, és azt mondtam, hogy az valószínűleg boss aréna lesz. Szerintem most aktiváltam a bosst. Ami azért vicces, mert ez a 1800-zal én nem tudok visszamenni, hogy esetleg szintet lépjek belőle. Hogyha most itt a hídon megjelenik nekem a boss. Meg hát. De jó. Oké. Okay. Már csak egy ilyen sárkánycsontvász hiányzott. Hú! Anyád! Azt a mindenit! Figyelni kell, a törmelékeket hol jön le. Ezek a követő szarok is nagyon jók, hogy vannak amúgy. Hol jössz? Mi? Azt a minden... jó, látom majd mi lesz. Anyád, azt hittem rámugrik. Egyébként nem tudom, látjátok már mióta ütöm, az alig fogy az élete? Fogyhatna egy kicsit jobban is. A kettőket ütök rá. Jó, most mit csinálsz? Aha, anyád! Kettő meteort nem bírok ki. Nem bírok ki két meteort. Veszett sok élete van. Vagy én sebzek rá nagyon keveset. Most fogunk lemenni. De persze ugorjál rám. Előbb azért rám ugrott.
De nagy mákon volt, hogy ezt csinálta. Felment volna, akkor simán elkap. Az anyádat. És komoly, megint a meteorokat küldöd. És gyorsabban ráadásul. Nincs időm vakarózni se. Hogy kerüljem ki. Fogalmam sincs, hogy ezt hogy kell kikerülni. Bármit csinálsz, ne csináld! Rohadt sárkány. Az a baj, hogy nem tudom, hogy... Nighthunter Grappling Claw. Azért kaptam trófeát, mert ezt megtaláltam. Azt hiszem megvan a grappling hook. Aha. Szóval azt kezdtem el mondani, hogy nem tudom, hogy... Most vagy én sebeztem nagyon kevesetre. És valamit elcsesztem. Vagy neki volt túl sok élete. Ahogy nem tudom, így 75-ös évvel csapdostam. Nem tudom, hogy tudtam-e volna rá esetleg egy másik fegyverre, vagy valami nagyobbat ütni. De itt a feje. Ott rohadjál. Jó, és akkor most innen szépen másszak ki. 12 000. Hát az olyan nem rossz. Oh. Ó, figyeld már, itt van egy ajtó. Menjünk be. Lót. Egyébként nem volt rossz ez a boss. Elég könnyen tanulható volt a mozgása. Veszett sok élete volt, vagy én sebeztem rá, veszett keveset. Hát vagy-vagy. De a moveset az nagyon könnyen volt tanulható. Moonshade Tears. Tehát nagyon, nagyon könnyen tanulható volt a movesetje. Tehát onnantól kezdve, hogy tudtad, hogy mi a palettája, hogy miket csinál. Onnantól kezdve már csak tényleg figyelni kellett, és annyi. Jókor kellett ugrani, jókor kellett dodge-olni, ennyi. De összességében ez egy nagyon faszabb boss volt, csak... És akkor 12 000-hez még hozzájön... Még 2 000 ingyen. Csak úgy. Mert itt volt a ládában 2000 XP. Tehát könnyen tanulható volt az a lényeg. Oh, hello! A másik oldalon is megcsaptam ezt a szart. Huh.
Meg csak nem nyílt ki. Na, szóval. Ó, akkor ez most nekem megnyitott egy csomó lehetőséget. Na, oda ne hagyjátok, Guardian. Na szóval elvileg itt voltunk ezen szinten bossnál. És... én... nem tudom, hova nem tudtam felmenni. Még odébb. Aha, anyád ágyú. Oda azért nem tudtam felmenni, mert ide a dupla ugrás kell. Kapd be. Van 14 ezerből, inkább vissza kéne menni szintet lépni, amúgy. Még mielőtt elbuknám. Viszont valahol itt a kriptában volt egy... egy rész. Nem ez. Vagy ahol lejöttünk, itt ez volt. Jó, ide teleportálunk.